A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek az 56-osok terén. 1947-ben ezen a napon a szovjet hatóságok köztársaság ellenes összeesküvés vádjával letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát. Az emléknapon a Ciszterci Szent István gimnázium diákjai emlékező műsorukban vers részletekkel, történelmi áttekintésekkel idézték meg a kommunista rendszer kísértetét, az egypártrendszer nyomasztó zsarnokságát, az államosításokat és a munkatáborba hurcoltak szenvedéseit, majd Lerner Zsolt, városunk alpolgármestere tekintett vissza a sorsfordító időszakra és vázolt fel egy emberi jövőképet. Hinnünk kell a demokráciában. Mindazokban az értékekben, amelyek számunkra, a ma embere számára megadattak. Éppen ezért kinek-kinek saját életében, ahhoz illeszkedő területeken és mértékben részt kell vállalni a közösség ügyeiben, hogy ezt a demokráciát megőrizhessük, és hogy a múltat feltárva még mindig emelt fővel nézhessünk a jövő felé. A megemlékezés koszorúzással zárult. Az emlékműnél a kivégzett, meggyilkolt, a börtönökbe vetett otthonuktól és értékeiktől megfosztott áldozatok előtt néma főhajtással tisztelgett Székesfehérvár és Fejér megye önkormányzata, a közhivatalok, a honvédség, a fegyveres és rendvédelmi szervek, az egyházak, a pártok, a hagyományőrző civil szervezetek és a felsőoktatási intézmények képviselői.